Köszönjük a jó kérdést, mert sokszor azt gondoljunk, hogy a lelki élet, ez egy ilyen szűk dolog, minden el kell hanyagolni, a testet, a családját, építést, és csak valahogy egy ilyen, hogy mondjunk, ilyen vademberként kell élni. Nem. A védikus írások magyaráznak, hogy minden tudomány benne van, tartalmazom minden tudomány. Például van a Vastu Shastra, vagy Stapati Shastra, Stapati Vidya. Egy tudás, hogy hogy kell építeni, hogy hogyan lakjunk. Például most, amit építenek lakások, az nagyon sokszor nem jó se egészségileg, se kapcsolatilag, mert befolyásolja a térség, hogy hol lakunk, ami egészségünket, pszichikánkat, kapcsolatunkat, és így tovább. Akkor van ajurvéda, amelyik nem használja mérgező anyagokat a gyógyszerekbe például, meg, vagy megelőzi a betegségeket, akkor van, van mondjuk a politikai, akkor van a pszichológia tudomány, akkor van a hadi tudomány, összes tudomány, amire szükségünk van, bele van véve a védákban, sőt, úgy össze vannak rakva, hogy támogassanak embert lelkileg fejlődni. Itt ez a fő titok.